Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Sokan kértétek, hogy legyen ilyen budget processzor ajánló, ugyanis sokan szemezgettek ilyen processzorokat. Várható belőle egyébként konfiguráció összeállítás is, nyilvánvalóan belépő szintű gamer PC-re gondolok. Egyébként ezekkel az olcsó processzorokkal találkozhattatok az Ultra HD 4K PC videóimban is. Legutóbb egy ilyen bolti előre összerakott konfigot turbóztam fel, úgyhogy alkalmas legyen mai játékok futtatására is. Ajánlom figyelmetekbe a videót, ha esetleg még eddig nem láttátok volna. Na de vágjunk bele, legelső ilyen processzor, amit én ajánlanék, az Intel Pentium Dual Core G4400, ugye 3,3 GHz-en dolgozó processzor, és LGA 1151-es foglalat. Nos, miért fontos nekünk ez a processzor? Azért, mert ez már a legújabb 14 nanométeres gyártás technológia, ami lehetővé teszi azt, hogy még jobb teljesítményt és még kisebb fogyasztást érjünk el. Tehát veszünk egy korábbi 22 nanométeres processzort, szintén ugyanilyen órajelen, ugyanennyi maggal, valószínű lényegesen rosszabb teljesítménye lesz, és ezt a processzort már 15.000 forinttól megkapjuk. Hát ugye egyszerű gamer gépekben nagyon jó lesz, ségót azt rögve el fogja vinni a hátán egy ilyen új generációs kétmagos processzor. Árérték arányban jónak mondható, azt hozzá kell tenni, hogy azért a leggépigényesebb mai játékoknál azért igencsak el kell egy i3 szint. Nyilván a 2 mag az nem helyettesíti a 2 mag 4 szálat, tehát az 4 magnak érvényesül már az i3 a 2-vel szemben. Következő Intel Celeron Dual Core G3900, 2,8 GHz, szintén 1151-es foglalat. Ugye ez egy ilyen régebbi generáció, még a Skylake processzorokkal jött ki, tehát az előző az már a Kaby Lake generációja. Ugye így jobban be tudjuk határolni időleg is. Ez is 14 nanométeres gyártás technológia, kevesebb órajelen viszont már 11.500 forinttól kapható, és egy nagyon jó árérték arányú processzornak számít, tehát erre is igaz, hogy elviszi egy jó videókártyával majd a játékokat, ilyen médium grafikára is lehet gondolni, médium high-ra. Nyilván azért a ultra grafikához, meg a leggépigényesebb játékokhoz itt sem elég egy ilyen belépő szintű processzor. Intel Dual Core G3930, 2,9 GHz, 11.220 forinttól kapható. Ugye ez is nagyon jó ára van, egy picikét még komolyabb is, mint az előző processzor, a sima 3900-as. Ugye lényegében 100 MHz-en több óra jelen megy, egyértelműen jó választás és hasonló árban. És amit még ajánlanék így az olcsó processzorok közül, bár ez már necces, hiszen 20-22.000 forintért már AMD FX 6300-at is lehet kapni, ami ugye egy 6 magos processzor, viszont régebbi gyártás technológia, azt is hozzá kell venni, azonban nem elhanyagolható a 6 processzor mag megléte a 2-vel szemben, viszont a G4500 esetében 2x3,5 GHz-et kapunk. Hát itt nehéz azért, mert attól is függ, hogy ki jobban szereti az Intelt vagy az AMD-t. Ha kettő közül kellene választani ennek az esetében, akkor én inkább az FX-et ajánlanám egyébként. Ez is ugyanúgy jó lesz, de lépő szintű gamer gépekhez. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul. Kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése, fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni, megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.